a Dunai Városi Sportcsarnokban megrendezett találkozót igyekezett nagy odafigyeléssel fegyelmezetten kezdeni együttesünk, és erőfeszítéseit siker is koronázta, ugyanis előnyt szereztek a mieink. A vendégek gyorsan kapcsoltak, egy 4-0-ás sorozattal fordítottak, de röplabdázóink ott loholtak a nyomukban, és sokkal tovább azonban nem jutottak, mert 14-16 után beragadtak egy állásba, és ezt könyörtelenül kihasználta a bajnoki címvédő, amely előnyét fokozatosan növelve húzta be az első játékot 25-16-ra. A térfél cserét követően a kaposváriak kezdtek jobban, gyorsan 2-3 pontos előnybe kerültek, és bár egy-egy szép támadásnak a lelkes hazai drukkerek is örülhettek, a rutinosabb vendégek lendületét nem lehetett megtörni. A harmadik etapban 3-2-es állásnál sorozatban 4 pontot szerzett a finó, mely a folytatásban is tartotta a 2-3 pontos forját. Ekkor jött egy újabb hullámvölgy a mieink játékában, amit megint kihasználtak a vendégek, és el is léptek. Röplabdázóink ennek ellenére sem akarták olcsón adni a bőrüket, a harmadik felvonásban is nagy lelkesedéssel harcoltak, és több látványos labdamenettel is pontot ajándékoztak az értük szorítóknak. A Kaposvár azonban ennek ellenére is hozta a papírformát, és a harmadik játékot is 16-ra behúzva vitte el a 3 pontot a Dunajvárosi Sportcsarnokból. A srácok beleadtak mindent, és önmagunkhoz képest, és tudjuk, hogy a bajnok jött hozzánk, azért 15 fölött voltunk minden szedbe, ez azért megsüvegelendő. Tényleg nagyon jó labdamenetek voltak, nagyon látványos labdamenetek voltak, amit a közönség meg is hálált, mert tényleg szurkolt, tapsolt, és tényleg látványos volt az egész, amit játszottunk. Természetesen a fiatalságunk miatt beragadunk, a szokásos beragadásaink megvoltak a második szedbe is, meg a harmadik szedbe is, de én azt gondolom, hogy ha ebből tanulunk, és tényleg így állunk hozzá a mérkőzéshez, meg az edzésekhez, ahogy az utóbbi időben dolgozunk, akkor én azt gondolom, hogy szép jövő vár erre a csapatra. Október 20-án az Extra Liga harmadik fordulójában a Dunaújvárosi csapat idegenben játszik a Dál KSE otthonában.